Jó, akkor kérném azt öntől, hogy ha ezt az árajánlatot írásban is megteszik, megadom az e-mail címemet, ahová várjuk. Épp úgynevezett szituációs vizsgán vesznek részt a logisztikai technikus diákok a Tolna megyei szakképzési centrum Bezerédi István technikumának egyik tantermében. A felmérőt megelőzően már egy 60 perces interaktív írásbeli dolgozaton és egy 45 perces gyakorlati számonkérésen is túl vannak a diákok. Az intézményben a napokban kezdődtek el az ágazati alapvizsgák azoknak a tanulóknak, akik érettségi utáni képzésben vesznek részt. Kedden 21 gazdálkodás és menedzsmentet, csütörtökön pedig 13 közlekedés és szállítmányozást tanuló diák tett tanúbizonyságot tudásáról. Nagyon bízunk benne, hogy hasonló szép eredmények fognak születni, ugyanis az ágazati alapvizsgának tétje van. Egyrészt beleszámít a szakmai vizsgába ez az eredmény is, másrészt pedig, hogyha letették az ágazati alapvizsgát a tanulók, akkor szakirányú továbbtanulásra jogosítja őket, illetve, ami nálunk nagyon jelentős, az ágazati alapvizsga után mehetnek a tanulók duális képzőhelyre szakképzési munkaszerződéssel, így folytathatják a tanulmányaikat. Február 1-től a vállalkozás ügyviteli ügyintézők és a logisztikai technikusok valamennyien már duális képzőhelyen folytathatják a tanulmányaikat. A heti 5 napból legalább 3 napot itt töltenek majd. Kaiser Andrea azt is elmondta, hogy általában érettségi után érkeznek a diákok. És nekik nagyon jó ez az ágazati alapoktatás, hiszen itt találkoznak először az alapvető gazdasági ismeretekkel. Az az igazság, hogy nagyon hasznosnak tartjuk ezt az ágazati alapoktatást, ugyanis az alapvető gazdasági ismereteken kívül olyan ismereteket szereznek, amelyekre a nagybetűs életben bárhol fognak elhelyezkedni a gazdaságban, mindenhol a hasznát vehetik. Ilyen például a gépírás, a 10 ujjas vakírás, a digitális alkalmazások Word, Excel, PPT-k használata, és nem titkolt vágyunk az is, hogy a szoftverek használatára is megtanítsuk a gyermekeket. A szakképzés megújult rendszerében a diákok nem egy szakmát, hanem első körben több foglalkozást is felölelő ágazatot választanak. Jelenleg 24 lehetőség szerepel a teljes oktatási palettán, ebből a szakképzési centrumhoz tartozó 8 iskolában 17 szekcióra jelentkezhetnek a gyerekek, fiatalok, felnőttek.